Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Segítség a vállalkozásoknak, már valutával is fizethető az iparűzési adó. Fejlesztéseket terveznek Dalmandon, az Alsó-Leperdi település részen már megújult az út. Minél többen írják alá a petíciót, a földadó ellen tiltakoznak a mezőgazdászok. Néhány óra alatt 101 szabálytalankodó, fokozott ellenőrzést tartottak Tolna vármegye útjain. Már valutával is kiegyenlíthető az önkormányzatoknak fizetendő iparűzési adó. Ez főleg a nemzetközi tranzakciókat is bonyolító cégeknek jelent könnyítést. A váltás a Magyar Nemzeti Bank napi árfolyama szerint történik majd. Január 1-e óta fizethetik ki dollárral vagy euróval az iparűzési adójukat a cégek. Ez azoknak jelent segítséget, akiknek a bevételei is teljesen vagy részben ilyen valutákban keletkeznek. Az önkormányzatokhoz a Magyar Államkincstár küldi az összegeket, vagyis az utalást az ÁSZ Nemzeti Banknál vezetett számlájára kell elindítani. A város honlapján, a szexár.hu kiemelt helyén a főoldalon megtalálhatók a részletek. Ezt, hogyha valaki gondolkodik azon, hogy így fizetné be a kötelezettséget, akkor mindenképpen javaslom, hogy nézzék meg, hogy ez technikailag hogyan kivitelezhető. Az egyik legfontosabb különbség a forint utaláshoz képest, hogy mások mellett meg kell adni az MNB nemzetközi IBAN azonosítóját, de érdemes a határidőre is figyelni. A nemzetközi utalások esetében ugyanis hosszabb az átfutási idő. Egy valamire mindenképpen érdemes figyelni, hogy pár nappal korábban érdemes elindítani ezt az utalást, mert a beérkezésnek a napja az a nap lesz, amikor majd ez az összeg jóváíródik az önkormányzatnak a számláján. És pont a technikai részletek miatt ez kissé azért bonyolultabb, mint ugye az egyszerű átutalás. A nemzetközi utalások jellemzően 48 órát vesznek igénybe, ezért azoknak a vállalkozóknak, akik a valuta alapú adókiegyenlítést választják, érdemes legalább két nappal a határidő lejárta előtt küldeni a pénzt. Leváltották Pekári Gézát, a Paksi atomerőmű eddigi vezérigazgatóját, az új vezető pedig Horváth Péter János lett, aki eddig a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke volt. Horváth elsődleges feladata a létesítmény működőképességének tartós megőrzése, a meglévő blokkok tervezett üzemidő hosszabbításának előkészítése lesz. Pekári Géza a nukleáris területen maradva miniszteri tanácsadóként folytatja a munkáját. Ha munka van, minden van, a politikának az az elsődleges feladata, hogy olyan gazdasági rendszert találjon ki, amiben mindenki dolgozzon, aki akar. Ezt Orbán Viktor mondta egy rádióinterjúban. A miniszterelnök kiemelte, hogy a tényleges gazdasági adatok alapján a nehézségek ellenére soha nem dolgoztak annyian, mint 2022-ben, miközben az országba érkező működő tőke szintén rekordot döntött. Mint fogalmazott, a magyar gazdaság köszöni szépen, jól van. Több mint 1 millió emberrel többen dolgoznak most, mint 2010, tehát a baloldali kormányok idején dolgoztak. Ez egy óriási szám, és hiába volt a 2022-es év a veszélyek éve. Hiába volt elhibázott szankció, hiába volt szankciós felár az energiánál. Ha megnézi a tényleges gazdasági adatokat, akkor azt fogja tapasztalni, hogy soha nem dolgoztak olyan sokan Magyarországon, mint éppen ebben a 2022-es évben. Több fejlesztést is terveznek az idei évben Dalmandon, mások mellett az úgynevezett Alsó-Leperdi külterületen, ahol már tavaly is felújítottak egy utat. Emellett a közösségépítés és a település vezetésének egyik fontos célja 2023-ra. A szürkelsős időben nincs nagy mozgás Dalmandon, ahol a község önkormányzata igyekszik megragadni azokat a pályázati forrásokat, amelyek a település fejlődéséhez járulhatnak hozzá. 2022-ben sikertelenül pályáztak, de ennek ellenére a falu külterületi részén saját forrásból mégis sikerült egy útszakaszt felújítani, mondta el a település polgármestere. De Alsó-Leperden volt egy olyan útszakaszunk, ami annyira leromlott állapotban volt, hogy lépnünk kellett, és ezt 4 millió
370 000 forintért az önkormányzat saját költségén megcsináltatta az alsó leperdi lakosok részére, még az anyagi szorítások ellenére is. 2023-ban a Magyar Falu Program pályázatát célozták meg, hogy megújulhasson a települési hivatal épülete, a ravatalozó vagy felújításra szoruló útszakaszok. A jövőben is cél a közösségépítés, melyhez idén is olyan programokkal készülnek, amellyel megmozgathatják a lakosságot. Teljes erőbedobással kezdtük a 2023-as évet, ugye a magyar falus pályázatokat még nem tudjuk, de programilag már osztunk, szorzunk, és próbáljuk tervezni a tavalyi évben megvalósított programok idei évben is kivitelezését. Már kezdjük is a Valentin nappal, február 11-én, tehát Valentin napi páros vetélkedőnk lesz. A dalmandiak minden ünnepkör alkalmával számíthatnak programokra, de az elmaradhatatlan falunap is megrendezésre kerül majd idén. A programok 80%-át támogatásból valósítja meg a település önkormányzata. Felborult egy autó Iregszemcse térségében hétfőn reggel. A sofőr valószínűleg nem az útviszonyoknak megfelelően vezetett, ezért csúszott meg a kocsi a nedves úton. A járműben csak ő utazott, könnyebben sérült meg. A helyszínen is ideje alatt délelőtt félpályás útzár volt érvényben. 6 független jelölt közül az eddigi település vezetőt, Tóth Szabolcsot választották Iregszemcse polgármesterévé a vasárnap tartott időközi önkormányzati választáson, amelyet több mint 50%-os részvétellel rendeztek meg a településen. Az országos választási iroda adatai szerint Tóth Szabolcs 434 szavazatot, a voksok 42,14%-át kapta, Süvegjártó Csabára 271-en, Kovács Ferencre 135-en, Nagy Rudolfra 118-an, Kemény Lászlóra 47-en, Városi Györgyre 25-en szavaztak. A választáson a 2037 választásra jogosult közül 1043-an vettek részt, ami 51,2%-os részvételi arányt jelent. Petíciót indított a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a földadó ellen. Az intézkedést minden település saját körben bevezetheti. Ez ellen tiltakoznak a mezőgazdászok. Az inputanyag drágulás és a történelmi aszály is sújtotta a gazdákat 2022-ben. Az eddigi átlagokhoz képest ebben az évben 40%-os terméseredményeket tudtak csak realizálni Tolnamegyében. Mindezek mellett most még lehet, hogy plusz adóval is sújtják a gazdákat, hiszen Magyarország területén egyre több településen vezetik be a földadót. Épp elég költségünk van, mondjuk a két évet, a tavalyit meg az idejét összehasonlítjuk. A tavalyi évben olcsóbban vettük még az input anyagokat, elég jó áron adtuk el a gabonát, már aki eladta aratáskor, mert aratás előtt volt jobb ára, aratás óta egyfolytában csökken az ár, úgyhogy az rosszul járt egyelőre, úgy tűnik, aki bent tartotta a gabonát és nem adta el. Az idei évben viszont az input anyagok jóval drágábbak, és nem tudjuk, hogy milyen áron fogjuk eladni a gabonát. Molnár István nem tartja fairnek, hogy több fajta adót fizessenek, mint más vállalkozások, hiszen a mezőgazdászok nem maguk döntik el, hogy mennyiért értékesítik a termékeiket. A pluszadó bevezetése ellen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége is felemelte a hangját, és petíciót indított. Én is a tegnapi nap folyamán értesültem róla, hogy Tolna megyében is van már olyan település, ahol január 1-ével bevezették a földadót. Tehát ezt a folyamatot szeretnénk megállítani, és ezért van arra szükség, hogy minél több gazdálkodó aláírja ezt a földadó elleni petíciót. A földadót minden település saját hatáskörében bevezetheti, ezt szeretnék megváltoztatni. Vendég Edit hozzátette, minél több aláírást szeretnének összegyűjteni, hogy erős felhatalmazással álljanak a jogalkotók elé a jogszabálymódosításhoz. Nehéz elindítani ezt az új gazdálkodási évet, tehát nem hiányzik az, hogy még egy újabb adóval sújtsák az ágazatot. A földadó elleni kereset a www.agrárpetíció.hu oldalon érhető el, de a falugazdászok is szívesen segítenek az adatlap kitöltésében.
Idén is folytatódik a Modern Városok program, ezt a pályázati rendszerért felelős kormánybiztos jelentette be. Gyopáros Alpár azt mondta, idén is zajlanak majd azok az összesen 4200 milliárd forintot kitevő fejlesztések, amelyek a megyei jogú településeket érintik. A beruházások során eddig mások mellett több mint 800 kilométer gyorsforgalmi út épült. A program részeként épül Szekszárdon az új tudásközpont és az uszoda is. A 270 fejlesztési célból 133 teljesen vagy részben megvalósult, azaz a projektek közel 50%-át már használhatják az emberek. Több mint 100 projekt megvalósítása valamilyen fejlesztési szakaszban tart, azaz tervezés vagy építés alatt áll, remélhetőleg hamarosan el fog készülni a nehéz gazdasági helyzet ellenére is. Már lehet regisztrálni a 2023-as településfásítási programra. Az Agrárminisztérium által elindított kezdeményezés célja, hogy 2030-ra 27%-ra nőjön Magyarország fával borított területének aránya. Az előző két ütemben több mint 1350 településen 36 ezer sorfát ültettek már el, melyhez a vidékfejlesztési program irányító hatósága 1,5 milliárd forint támogatást biztosított. A harmadik ütemben 2023 tavaszán és őszén további 10 ezer fa kerülhet földbe a 10 ezernél kevesebb lakosú településeken. Az ukrán-magyar határszakaszon 5097-en léptek be Magyarországra vasárnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 6300-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A rendőrség 218 embernek állított ki 30 napra érvényes ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében, áll a közleményben. Néhány óra alatt 101 szabálytalankodóval szemben intézkedtek a rendőrök Tolna vármegye útjain az elmúlt hétvégén. A legtöbben gyorshajtás miatt kaptak bírságot, de volt, aki ittasan vezetett, más pedig a biztonsági övét nem használta. A balesetek megelőzése érdekében a hétvégén Tolna vármegye útjain nagyszabású ellenőrzést tartott a rendőrség. Elsősorban a gyorshajtókra fókuszáltak az egyenruhások. Megdöbbentő, de a néhány órás akció során 101 szabálysértővel szemben intézkedtek kollégáink. Közülük 43 olyan gyorshajtó volt, akik közigazgatási bírságot kaptak az intézkedést követően. Továbbá 55 olyan sofőr ellen is intézkedtek, akik átlépték a sebességhatárt, ők helyszíni bírságot kaptak a rendőröktől. Emellett három olyan járművezető is volt az utakon, akik nem a gyorshajtás miatt kerültek intézkedés alá, hanem egyikük ittasan ült a volán mögé, egy másik sofőr a biztonsági övét nem használta, és a megye székhelyen volt egy olyan járművezető, aki a behajtás tilalma ellenére hajtott be egy utcába. Az egyenruhások felhívják mindenki figyelmét, hogy a közlekedési szabályokat tartsák be, a sebességüket mindig az út, a látási és az időjárási viszonyoknak megfelelően válasszák meg. Legyenek türelmesek egymással szemben, hogy mindenki épségben hazaérjen. Regionális híreink következnek. Út a csőd felé 10 milliárdos adósságcsomag, a baloldali pécsi vezetés munkáját értékelte a polgári oldal. Petőfi 200, a költő életével ismerkedhettek a pécsi diákok. Pécsi siker a Politikon versenyen, 50 csapat közül teljesítettek legjobban a baranyaiak. A város működő képességének megtartása lesz a legnagyobb feladat 2023-ban Pécsen, ugyanis a baloldali vezetés 10 milliárdos adósságot halmozott fel, és a csőd irányába kormányozta a baranyai megyeszék helyett. Így értékelte a kialakult helyzetet a Fidesz helyi frakció vezetője. Csizmadia Péter és a terület szintén kormánypárti országgyűlési képviselője Hoppá Péter pénteken értékelte az elmúlt év helyi eredményeit. Mi történt, illetve milyen döntések születtek a tavalyi évben a baranyai megyeszékhelyen? Ezt vette sorba a Fidesz helyi frakció vezetője. Csizmadia Péter szerint a baloldali városvezetők munkája rossz irányba fordította Pécset, ami miatt igen nehéz év vár a helyiekre 2023-ban. Ez az eladósítás és a csőd felé történő lépdelés. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb feladatunk 2023-ban az lesz, hogy a város megmaradását biztosítani tudjuk, és meggátoljuk azt, hogy a pécsi baloldal tovább
ra is eladósítsa a várost. Ez mint egy 10 milliárd forintnyi adósságot halmoztak fel szűk 3 év alatt, amit el is költöttek. Ezt mind olyan célokra fordították, amelyek kétségesen szolgálják csak a pécsiek érdekét, vagy egyáltalán nem. Ilyenek például a volt bőrklinika elcserélése a leromlott állapotú Mandurás kempingére, vagy éppen az Áper laktanya visszavásárlási üzlete. Ezek olyan milliárdokba kerülő akciók, amik csak a baloldalhoz közel álló üzleti köröknek hoznak hasznot a pécsiek pénzéből. Össze pedig kiderült, hogy nyomoznak a Városházán az önkormányzati lakások körüli vesztegetési gyanú. Ezekben az ügyekben a baloldalt felhívtuk, hogy tisztázza magát, és az illetékes tisztségviselők jelentsék ki a nyilvánosság előtt, hogy nincs hozzá közük. Őket ez nem érinti. Erre mai napig nem voltak hajlandóak. Hónapok óta nem hajlandóak válaszolni és tisztázni magukat. Én azt gondolom, hogy ez önmagában mindent elmond arról, hogy a baloldali politikai vezetés az milyen módon képzeli a várospolitikát, és milyen módon bánik a pécsiek pénzével. Az értékelőn részt vett Hoppár Péter országgyűlési képviselő, aki arról beszélt, hogy a város legfontosabb szövetségese a kormány. A jobboldali kormány segíti legintenzívebben a baloldali városvezetést, mert hogy egy 14,5 milliárdra tervezett kormányzati támogatás felett további 3 milliárd rendkívüli támogatást nyújtott a kormány Pécsnek. Sőt, a megnövekedett rezsiköltségek fizetésében évvégén egy újabb támogatást hirdettek meg, amiből jelentős összeget nyújtanak a városnak, mondta a képviselő. Mivel a hibás baloldali, brüsszeli szankciós politika következtében megnőtt európai rezsi árak olyan hatást gyakoroltak az önkormányzatokra, hogy nehéz a rezsiszámlákat fizetni, a kormány egy kompenzációs rendszert dolgozott ki, amelynek keretében Pécs az egyik nyertese ennek a kormányzati kompenzációnak. 1 milliárd forintot meghaladó összegben kap kormányzati támogatást a város. Hoppár Péter elmondta még, 2023-ban továbbra is azon dolgoznak majd a jobboldali képviselők, hogy megmaradjon a kormányzat támogatása és működőképes maradjon Pécs. A baloldali városvezetőkről pedig 2024-ben mondhatnak majd ítéletet a választók. Az emlékévhez kapcsolódva Petőfi 200 projektnapot tartottak a Pécsi Cserepka iskolában, amelynek keretében nem hagyományos tanórai keretek között elevenítették fel a költő alakját. A projektnapon 30 perces blokkokban forgószínpadszerűen különböző helyszíneket látogathattak a tanulócsoportok. A Petőfi Irodalmi Múzeumból pedig három múzeumpedagógus a János Vitéz elbeszélő költeményt mutatta be a gyerekeknek játékos formában. Rendhagyó irodalomórák, romantika szoba, saját fejlesztésű társasjáték, szavalóverseny, interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás és az Átröpülök hosszában hazámon című tablókiállítás várta a tanulókat a magyar-angol két tanítási nyelvű baptista sportiskolában pénteken a Petőfi 200 elnevezésű projektnapon. Minden évforduló fontos. 2019-ben például Adival foglalkoztunk. Ugye utána volt két covidos év, tavaly Pilinszkivel, idén Petőfivel. Én azt gondolom, hogy azt a sztereotípiát kellene kivenni a fejekből, hogy ez csak egy sportiskola. Nekünk is nagyon fontosak a humántudományok, nagyon fontos, hogy az iskolában ne csak jó sportolók, hanem jó tanuló, jó sportolók legyenek. Nagyon fontos a művészeti oktatás évről évre. Fél tucat gyerekünk van, aki például rajzból érettségizik. Az alsósoktól a középiskolásokig mindenkit mozgósító foglalkozásokra hetek óta készültek az intézmény pedagógusai és a tanulók. Nagyon optimista vagyok a tekintetben, hogy amennyire én ismerem őket, tudom, hogy az, ami ma történik, az le fogja őket kötni, mert számukra sokkal inkább érdekesebb, ami nem tankönyvi szöveg, ami nem kötelező elem, volt-e szeretője Petőfi Sándornak, tehát ezek az információk sokkal gyorsabban, hamarabb beégnek az ő fejükbe, mint az, hogy hol és mikor született. Tehát azt gondolom, hogy érdekes lesz a mai nap. A projektnapra az iskola egy diákja Petőfi bőrébe bújt, hogy a gyerekek testközelből ismerhessék meg a költő alakját és munkásságát. Petőfi az egyik személyes kedvenc magyar költőm, és nagyon jó érzés a bőrébe bújni, és így megmutatni a fiatalabbaknak azt, hogy ki is volt ő, és mihez is értett. A nap folyamán bemutatták azt a társas játékot is, amit erre az alkalomra fejlesztett ki Schneider Balázs, az iskola diákja. Egy ilyen kinevet a végén szerű,
ilyen Petőfiről szóló kérdések, hogy van ABCD válasz, és ott hát, hogy ilyen kártyával meg kell válaszolni. A szavaló verseny zsűri elnöke Costa Gabriella színművész volt, aki a projektnap megnyitóján maga is szavalt a gyerekeknek. A tanulócsoportok 30 perces blokkokban forgószínpadszerűen különböző helyszíneket látogathattak meg az intézmény területén. A Petőfi Irodalmi Múzeumból pedig három múzeumpedagógus a János Vitéz elbeszélő költeményt mutatta be a fiataloknak játékos formában. Pécsi csapat nyerte a Politik On elnevezésű versenyt. A közéleti készségfejlesztő és politikai szimulációs megmérettetés döntőjébe 50 csoport közül került be a Baranya vármegyei. A két előzetes forduló sikeres teljesítése után a végső feladatban is kiemelkedően szerepeltek a középiskolások. Politik On, ezzel az elnevezéssel rendeztek közéleti készségfejlesztő és politikai szimulációs versenyt középiskolás diákok számára. A megmérettetés jó alkalmat biztosít arra, hogy a fiatalok teszteljék tudásukat, megmutassák tehetségüket a politika gyakorlati területein. A csapatversenyen pécsi diákok is részt vettek. A három tanulót különösen is érdekli a politika, a közélet, a történelem. A verseny három fordulóból állt, mesélte stábunknak Túri Barnabás, a csapat egyik tagja. Az első fordulóban egy online quiz kellett kitölteni, ami egy történelmi, illetve közéleti jellegű tartalmakat foglalt magában. Ezt sikeresen abszolváltunk, és bejutottunk a második fordulóba, ahol egy esszét kellett írni, méghozzá egy elég nehéz politikai és történelmi tartalmakkal átszőtt érveléses esszét, mindezt az egész versenyt angol nyelven bonyolítottuk le, szóval ez is egy kicsit nehezítette a körülményeket, de mivel mindannyian jók vagyunk angolból, és szeretjük az angol nyelvet, és műveljük azt, ezért azt gondoltuk, hogy ez a megfelelő opció. Ez is sikerült, így az országos döntőbe jutott a csapat. A rendezvényre közel 50 csoport közül választották ki a négy döntős csapatot, köztük a pécsit. Két témáról vitatkoztak brit parlamenti vita formátumban. A szituációs feladat szerint egy délelőtti és egy délutáni ülésszakot imitáltak, az első körben kormánypárti, a második körben pedig ellenzéki frakcióként. A pécsi diákok olyan eredményesen szerepeltek, hogy végül ők nyerték meg a versenyt. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Segítség a vállalkozásoknak, már valutával is fizethető az iparűzési adó. Fejlesztéseket terveznek Dalmandon, az Alsó-Leperdi település részen már megújult az út. Minél többen írják alá a petíciót, a földadó ellen tiltakoznak a mezőgazdászok. Néhány óra alatt 101 szabálytalankodó, fokozott ellenőrzést tartottak Tolna vármegye útjain. Kedden délelőtt délnyugat felől szakadozik a felhőzet, miközben az éjszakai csapadékmező észak-kelet felé vonul. Délutántól délfelől ismét vastagodó felhőzet sodródik fölénk, beborul az ég, mérséklődik a szél, esőre egész nap számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!